Na, sziasztok srácok, én Dani vagyok, és itt vagyunk egy következő videóval, ami most nem más lesz, mint egy nagyon régi barátunkkal fogunk ismételten találkozni. Nem tudom, hogy ki emlékszik rá, vagy ki ismeri őt. Méghozzá nem más, mint Demetokoszítával. Őt fogjuk majd megkeresni, az ilyen lelőhelyét, bunkerét, nem tudom miét. Ugye, alapból most van nálam 64 darab emerald, amit viszek neki ajándékba, hogy azért mégiscsak ne öljön meg lehetőleg, vagy ne bántson minket, mert nem azért mondom, de láttunk már gonosz Demetokoszítát, láttunk már kedves Demetokoszítát, mindenféle Demetokoszítát láttunk már a Minecraft történelmében, szóval szerintem kéne neki vinni azért mégis egy kis ajándékot, hogy ne bántson minket a biztonság kedvéért. Na de srácok, akkor ugye gyors gyűjtök pár cuccot. Ja, igen. Nagyon durván, hogy is mondjam, tehát hogy így az elmúlt kettő napban konkrétan 1400 feliratkozó jött, vagy nem is az, hogy elmúlt kettő napban, csak a tegnapi napom. Az a gond, hogy most ezt én így mondanám, hogy köszönöm, meg köszönöm, de az annyira sablonos lenne, szóval nem tudok egyszerűen mit mondani. Nagyon királyak vagytok, srácok, nagyon jó fejek vagytok, meg minden, és tényleg nagyon szépen köszönöm. Az a gond, tényleg, tehát most ezt csak köszönni tudom nektek. De hát ez van. Itt közben találtunk szenet, de hát ez nem hiszem, hogy nagyon nekem kéne. Na, csinálunk gyorsulját egy kardot. Igen, csinálunk egy kardot. Csinálunk még egy kis botot. Csinálunk csákányt. És van még egy kövünk, akkor volt, csinálunk egy lapátot. Hát ha nem tudom, hogy mire, milyen hasznát fogjuk mondjuk venni, de mindegy. Ezeket akkor gyors így elrendezzük, és indulunk is utunkra. Demetokoszíta felé, itt az iránytól, és elvileg ebbe az irányba kéne menni. Rengeteg izé van itt, tehén, meg ilyenek, de őket most nem fogjuk bántani. Izé, én állatvédő vagyok, meg minden. Ez alap. Na, srácok! Nagyon érdekes lesz, ugyanis, hogy is mondjam, tehát egy fél éve már nem talál, nem, több mint fél éve, vagy nem? Nem tudom, mikor volt a Demetokoszítás videóm, vagy egyáltalán volt. Volt, én úgy emlékszem, hogy igen, egy darab Demetokoszítás videóm volt, talán volt. És nem emlékszem már rá, hogy jó fej volt, vagy nem volt jó fej. Egyszerűen annyira nagyon régen volt már tényleg Demetokoszítával bármiféle ilyen összetűzésem, hogy most nem tudom. Egyszerűen érdekel, hogy mi van vele. Gondolom, hogy titeket is érdekel, mert azért régen mégiscsak azért eléggé felkapott voltam, hogy így konkrétan innen a hegyről már nem tudom, semmit nem lehet látni, szóval az sem biztos, hogy egyáltalán jó irányba jövök, azért merem remélni, hogy jó irányba megyek. Kicsit talán a látótávot feljebb vehetném a Minecraftba, hogy mégiscsak így jobban el tudjak... Aha, ott is van, észre is vettük. Nagyon király, jó, akkor ezt egy kicsit mondjuk még feljebb tolom, na várjatok. Jó, oké, még 16-ra. Jó, oké, látjuk a bázis. Jó, legalább ezt megtaláltuk, nem jövünk rossz irányba. Akkor folytatjuk az utat arra fele. Ja, és ugye hónap végén, ne felejtsétek el, majd lesz egy sorsolás, majd lesz egy, úgy lesz ez, hogy majd az egyik videóm előtt, amiben majd valószínűleg a címben benne lesz, hogy nyereményjáték, vagy valami, majd akkor fogok majd nektek a videó elén elmondani valamit, hogy hogy lehet erre az egészre jelentkezni. Lehet, hogy hamarabb fogom majd megcsinálni a nyereményjátékot, mielőtt még el tudnám küldeni az illetőnek ugye a nyereményét, de majd ez majd ki fog derülni, jó? Ez majd később lesz. Közben meg is érkeztünk ide, és nem tudom, hogy kéne ide bejutni. Mert hogy látom, ez körben véve, de mennyi emerald van itt, halljátok? Ott van közben egy chest, meg ott villámlik is, szóval én elindulok. Lol, itt egy... Ez egy ház lesz, aha. Ott egy chest, tudom, most nem nézek bele, meg amúgy itt ilyen állatok is vannak. Be kéne mennem, vagy nem kéne bemennem? Bemegyek szerintem, de itt nincs itthon. Tele van smaragdal, meg gyémánt karddal, meg ilyenek. Ő, a gyémánt kardot azt mindig kiszoktam venni. Kicserélem kőre, azt mondom neki, hogy így volt. Lol. Befettek minket, srácok. Ez nagyon nem jó jel, kőcsákány, kibírom, nem bírom, nagyon nehezen bírom kiütni. Ki kell innen jutnunk mindenféleképpen. Hogy csináljuk? Jó, a tetőn kiütöm. Ne, lol, megjelent Demetokoszítá, oké, eltűnt Demetokoszítá. Demetokoszítá, figyelj, nem tudom, hogy te most így látsz engem, vagy még itt vagy-e, de nagyon villámozol, ahogy látom, és nagyon haragszol. Várjátok, egy kicsikét a Minecraft hangját feljebb veszem, hogy ti is halljátok. Ott van kin, bejött. Hello Demetokoszítá, szia! Most néci, ne tűnj el, figyelj! Én békés szándékkal jöttem, semmi rosszat nem akarok neked. Csak meg akartam nézni, hogy te amúgy hogy is vagy. Nagyon rég találkoztunk, nem is tudom, hogy te még emlékszel egyáltalán rám. Ez tényleg fél év volt talán. Köszöntelek a házamnál, szia Demetokoszítá, én is köszöntelek a világodban.
Vagy nem tudom. Nem tudom, hogy emlékszel rám? Mi ügyben vagy te itt? Emlékszel rám? Tudod, ki vagyok? Igen? Jaj, de jó, oké, emlékszel. Figyelj, elsősorban hoztam neked egy kis ajándékot, nézd. Várjál, ír közben. Nem a PG-t, de igen, én vagyok, akkor emlékszel rám. Hoztam neked ajándékot, nézd. Tessék. Ennek biztos, hogy örülni fogsz, mert tudom, hogy szereted a smaragdokat, te elvileg ugye ezt eszed, vagy nem tudom mi. Szóval, ja, de mondjuk a chestet az tele van vele, mondjuk nem kéne bele nyúlkálnom előtted, mert illetlen dolog. Köszönöm, de segítened kell. Na, mibe kell segítenem, Dametikus, így te mondjad. 5x64 emerald van eldugva, és meg kéne keresni. Aha, jó, rendben van, megkeresem. Hol találom ezeket, vagy nem tudom, meg... Miért kell egyáltalán megtalálnom, mert te nem tudom, te nem tudnád megtalálni, vagy nem, nem értem, mert te elvileg így jó vagy, nem tudom, biztos, hogy értesz az emeráldok kiszagolásához is, vagy fogalmam sincsen. Dametikus szinte, hogyha már egész a persze, biztos tudod, hogy hol lehet ilyeneket találni. Mondjuk annyi izé van itt kint, meg itt a ládában, ha már itt vagy, akkor miért én? Aha, értem, akkor jó, oké, okay, tehát a ládákat kéne gondolom megkeresnem. Az itt volt egy a tetőn, várjál, ezt tudom, hogy hol van. Itt volt egy a tetőn, aha, igen, jó, ebbe van a 64, na várjatok srácok. Itt ez be, oké. Okay. Na jó, ezt kiütöm, nem akarok magam után semmi koszt hagyni, meg ilyeneket. Közben itt még Dametikus szinte egy tízélt. Erre még, aha, igen, itt láttam egy ládát, jó. 2x64 megvan, még 3x64 van hátra. Nem tudom, hogy... Aha, nem tudom, hogy így a szélén is lehet, vagy csak így a belső részén. De elsőnek így a belső részét én megnézem, aha. Aha, értem, tehát itt nagyon nincsen több. Jó, még 3 láda, srácok, itt valahol el kell, hogy legyen dugva. De... Mi a izé? Hol lehet? Dametikus szinte, hogy legalább te is kereshetnél, vagy segíthetnél nekem keresni, hogyha már ilyen jó feladatot oda villámozol, vagy mi? Oké, okay, jövök, várjál. Hol vagy? Itt? Ah, értem, tehát ilyen eldugott helyeken lesz. Értem, nagyszerű. Nagyon csoda. Aha, nem, azt hittem, hogy itt is lesz. Dametikus szinte, várjál, gyere. Hallod? Annyit segíts már, hogy itt kint így az oldrán is lehet? Nem? Igen? Most igen vagy nem? Melyik? Mert hogy bólogattál meg, gyere, jövök, jó van. Jövök, én követlek téged nagyon szívesen, de az úgy nem múli, hogy te bulattál, mutatod meg, hogy hol van, csak mi az? Azt nem tudom, hol van, de még várjál, még mennyi van? Még 2 kell, hogy legyen. Jó, oké, mutasd, hol van. Jó, hogy az is annak számít? Az a belső láda is annak számít, vagy mi? Igen, ja. Aha, ért, azt mondom, hogy ez a tied, na mindegy. Jó, és most ez is? Várj, nyúl. Itt így az oldalánál? Várjál. Jó, ó, megvan, oké. Okay. Ennyi kellett? Megvan mind? 5 darab? Oké, okay, jövök, várjál, építek fel. Jó, várj meg, na hogy itt hogy. Jó, várjál, de most miért kell? Jó, megint le, nem kell. Várjál, hogy itt is, mindegy. Azt hiszem, hogy ott is lesz valami, várjál. Dametikus szinte, nézd, gyere, itt van. Itt vannak az emeráldjai, tessék. Jól szórakoztam, kapsz egy facsákányt is mellé. Csodálatos. Na, meg tudtam neked szerezni a gyémántokat, akkor nagyon király, kivittük ezt a missiont. Még van valami feladatom, vagy amúgy? Nem tudom. Köszönöm szépen, rendes vagy. Hát, tudom, hogy rendes vagyok, igen, tudom. Jó fej vagyok, ezt már sokan mondták. Sok szuperhősnek, vagy inkább karakternek, úgy mondom, már segítettem. Nincs, és örülök, hogy itt vagy. Na, király, Dametikus itt akkor. Én szerintem bejövök ide a házadba. És nem, mondjuk nem tudom igazából, mondjuk nem annyira béké. Mindegy, te jó fej vagy, gyere. Köszönjünk el akkor a videóban, mondjuk ezt nem a házból kéne, hanem itt kint. Na srácok, nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartotok ebben a videóban. Ha tetszett, hogy akkor csapostok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra. Hogyha még szeretnétek, hogy ilyen Dametikus-ítás videók akár legyenek, akkor ugye mindenféleképpen ezt lájkot tudjátok jelezni. És ha még ugye nem akartok lemaradni a tartalmakról, akkor ugye a feliratkozás gomb mellett a csengőt is nyomjátok be, hogy bólogat közben. És ha csekkoljátok le az MC-shopot, ugye a MySzedes termékekért, csatkoljátok le a www.mysite.hu-t, hogy tudjatok velünk találkozni. Következő a budapesti playout-in tudtok majd élőben találkozni velünk, meg mit tudom én mi. Na srácok, akkor én Dani voltam, és nagyon szépen köszönjük, voltatok, sziasztok! Na, sziasztok srácok, én Dani vagyok, és most ebben a kis rövidke bemutatóban beszeretném nektek mutatni az új MySide-os termékeket, amiket az MC Shopban tudtok megtalálni. Igen, tudom, nagyon gyorsan beszélek, de ezt a videót gyorsan kell csinálni. Szóval srácok, bekerültek az új MySide-os termékek az MC Shopba, most már tudtok venni MySide-os egérpadot, pulóvert, oldalsávas pulót szerintem ideig is tudtok már MySide-os bögrét is venni, és különféle táskákat, szerintem nagyon király, hogyha esetleg szeretnétek venni, akkor mindenféleképpen tegyétek meg, most már nekünk is vannak ilyen termékeink, és a MyShow-kon, PlayIT-kon és mindenhol is ugyanilyen
cuccokba leszünk, tehát pólóba meg pulcsikba, ilyenekbe fogtok minket megtalálni, és hogyha ilyenekbe lesztek ti is, akkor könnyebben tudunk majd veletek találkozni, és könnyebben tudunk titeket észrevenni, meg ilyenek, és ezzel is lehet ugye, ugyanúgy minket támogatni. Link a leírásban, mindenféleképpen nézzétek meg.